Sziasztok srácok, itt Leslie Csamác, köszöntök mindenkit egy újabb videóban. És igazából ez most egy kicsit rövid lesz, és ma már nem lesz más videó, de azért remélem, hogy így is tetszeni fog nektek ez a videó. Szóval, igazából egy chestet fogunk nyitni, ami most nem a legendary chest, ami itt van a chestjém között. Ezt ma kaptam, meg is osztottam a Facebook oldalamon. Nagyon örülök neki, ez a másik legendary chestem. És igazából, hogyha lemaradtál volna, akkor ha nem lájkolod a Facebook oldalamat, akkor kövess ott, ugyanis az ilyenekről például hamarabb értesülhetsz meg jó pár más dologról. No de, nagyon szerencsés voltam, ugyanis egyszer már bedobta ezt a chestet, szerintem pont egy hete. Pont egy hete dobta be, és azt kell, hogy mondjam, hogy egy hete nem tudtam megvenni, viszont most meg fogom venni, ugyanis láthatjátok, hogy 25 dollárba kerül, 100 000 gold, egy chest, amiben legalább van egy legendary, és ugye ezt választhatunk, hogy melyik. 50 epic és 250 rare kártya, 4-szer annyit ér a Clash Royale szerint, és összehasonlítva egy Super Magical chest-tel az ugye 5000 gem, ami majdnem 50 dollár, ha így összeszámítva, vagy körülbelül 40 dollárba kerül. Ez 25 dollár, 100 000 golddal, egy legendary van minimum, 50 epikkel, és nézzétek meg, ugye ez, ez egy Ultimate Champion Draft Chest, ami azt jelenti, hogy a játékban megkapható legjobb chest. Szóval, wow, ugye ezt az Ultimate Championok kapják, hogyha befejezik Ultimate Championban a season. Alapból nagyon sok gold, alapból nagyon sok rare, sok epic, sok, jó, sok common az nem, de plusz még 100 000 gold. Nagyon megéri. Ugye a Bandit az még nem lehet benne, mert még nem jött ki. Viszont lesz 100 000 goldunk, ezért meg tudom venni a shopba majd a Banditet, szóval. No, para igazából. Szóval ezt fogjuk most kinyitni, és igen, srácok, sokan mondják nekem, hogy úristen Zsomac, pay to win, ha nem lenne pénzed, nem tudnál játszani. Hát most ez az emberek még jobban kielhetik magukat. Én erre azt mondom igazából, hogy nézzétek meg a deckemet. Egy legendary van benne. Tehát, hogy a gemet, amit vettem, azt általában ilyen offerekbe vettem, és ahhoz kaptam goldot, vagy akármit, és láthatjátok, hogy van 6000, nem használom. Konkrétan 16000 volt, amikor megvettem a 14000 gemet a tournament miatt, és nem használom a gemeket, ott vannak, és ha kell, akkor, ha nagyon kell, használom legendary chest ilyenekre, nem gemelek semmit. Tournamenteket csinálok, hasonlók, meg ilyenek, szóval nagyon pay to win vagyok tényleg. Szóval, ezt fogjuk most kinyitni, és ha valaki nem tudja, mi ez a draft chest, akkor most meg fogja látni. Ez olyan, látjátok, hogy két oldala van, megkapunk belőle két kártyát, és kiválaszthatjuk, hogy melyikkel nekünk, akkor a másikat eldobjuk, ezt pedig megvesszük. Úgyhogy most egy ilyet fogok kinyitni. Úgyhogy nézzük is. Beértem a jelszót. Igen, meg szeretném venni. Úristen! Ez az! Na! 9643 gold, hát így nem tudunk választani. Na de nézzük. Come on. Spear Goblin vagy Archer? Spear Goblin. Én az Archert mondom, mert ugye nincs szükségem Spear Goblinnak. És igen, így ezt láthatjátok, ezt a kétféle módot. Hát itt egyiket sem annyira használom, de inkább Prince, mert Rage-ből így is nagyon sok van, úgyhogy én most a Prince-t választottam. Nos. Pumpa vagy három muskétás? Ez egy jó kérdés, egyik kártyát sem használom igazából, de ha valamit nagyon nagy szintre akarok növelni, az majd szerintem a három muskétás lesz, úgyhogy azt fogom választani. Én a sima muskétásnak örülnék nagyon. Oké. Goblin Barrel vagy Poison? A Goblin Barrel-t én is tudom 5-ösre fejleszteni, a Poison meg már 5-ös, és Poison-t használom az egyik deckembe, úgyhogy Poison. Ez az! Ez az! 189 muskétás, tehát tudom 9-esre fejleszteni a muskétásomat, mégis csomó plusz. Ez nagyon jól jött most. Köszönöm szépen. Baby Dragon vagy Executioner? Mostanában egyiket se használom igazán. Ugye
az Executioner-t is tudnám 5-ösre fejleszteni, a Baby Dragon-t még nem, és 18 epic azért az nagyon sok. Én azt gondolom, hogy inkább a Baby Dragon-t választom, most így annyira nem tudom megmagyarázni, hogy miért, de nekem most a Baby Dragon valamiért szimpatikusabb volt. Ez nagyon rossz rare. A Clone Spell-t biztos, hogy nem fogom választani, úgyhogy maradt a Giant Skeleton. És ugye egy Legendary biztos van benne, én láttam már ilyet, hogy 2-2 Legendary van benne. Ha Inferno Dragon és Sparky lesz, én nem tudom mit csinálok. Nagyon rage-elni fogok. És két legendary Hatchesből! Miner vagy Electro-Wizard. Miner vagy Electro-Wizard. Úristen! Ez de király, anyám! Két legendary egy Hatchesből! Na, srácok, nagyon megérte. Azt kell mondjam, hogy két nagyon jó legendary, viszont az Electro-Wizardot több deckenbe használom. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy inkább az Electro-Wizardot fogom választani, úgyhogy azt választom, Electro-Wizard. Hát ezt nem hiszem el, ez nagyon durva. Két legendary! Ez nagyon jó, ez nagyon-nagyon-nagyon tetszett. Ez a chest, ez tényleg a játék legjobb chestje. Igaz, $25 került, de jár hozzá 100,000 gold. Szóval annyira nem vagyok elégedett igazából ezzel a chesttel, csak a muskétesnek örülök nagyon, a goldnak, ugye annak a 100,000-nek, meg a két elektrovizárnak, meg mondjuk a poison shadows, meg a három muskétesse, de hát ez nagyon durva, és 100,000 gold, ami azt jelenti, hogy ha meg fog jelenni a bandit, ugye ezt a videót kedden veszem fel, 3 nap múlva, meg lesz a shopba, egyből meg fogom venni, van egy csomó goldom, és tudjuk fejleszteni a muskétásunkat 9-esre végre, nem tudják 8-es fireballal leszedni, ez az. Erre már nagyon régóta várok, és sikerült. Megvan a 9-es muskétás, most szerintem azon, hát a fireballt fogom felhúzni 9-esre, utána pedig lehet, hogy a camo-nöket közben ki tudok húzni egyet-egyet 12-es, ugye 50,000 fejleszteni az azért az elég húzós, de láthatjátok, hogy ezzel a deckkel most egész jó vagyok, season rekordban vagyok, és mint láthatjátok, egész jól megyek vele, néha-néha vesztek, persze, ez természetes, mindenki veszít, srácok, ne szomorodjatok el, ha ti is veszítetek, szóval egész sokat nyerek. Ezt a Legendary chestet pedig meghagyom addigra, hogy amikor kijön a bandit, hogy hátha azt kapom, és akkor nem kell 40,000 goldot elpazarolni, úgyhogy igazából ennyi lett volna ez a videó, én csak ennyit szerettem volna, hogy megveszem ezt a jó kis offert, mert szerintem ez kihagyhatatlan volt, és volt rá pénzem giftcardokból. Ha érdekel, hogy hogyan szereztem ezt a pénzt, akkor nézd meg szépen a Ebbant is, és a Cash for Apps-es videóimat, azzal a két módszerrel, igazából ugyanaz, csak két különböző alkalmazás, szereztem ezt a gemet, és giftcardot beváltottam az App Store-ba, és úgy vettem meg ezt az offert. Az nem van a leírásban, az összes videó leírásában benne van amúgy, úgyhogy köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottatok, remélem, hogy tetszett, és remélem tudtam valami újat mutatni, esetleg még nem láttatok ilyen chestnyitást, úgyhogy holnap találkozunk egy újabb videóban, én ennyi lettem volna mára, sziasztok!